Jelképes 100-200 forintos áron lehet most könyv- és lemezritkaságokhoz jutni a megyei könyvtár alaksorában. A Miért szép című verselemzés a 20. század magyar líráját hozza közel az olvasóihoz. Ki tudja, lehet a leendő érettségizőket is segíti a felkészülésben. Nyugati országokban ennek már nagy hagyománya van, a garázsvásárnak. Ugye, és hogy itt Magyarországon is egyre népszerűbb. Bár nem a garázsban található meg, de a garázson keresztül juthatunk a raktárba, de a látogatók a könyvtár bejáratán keresztül juthatnak a raktárba, és válogathatnak a több mint 10 000 kötetnyi könyvből, körülbelül 800 darab kazetta, 600 darab hanglemez, ezekből tudnak válogatni, hogy ezeket mi kiselejteztük az állományból. Ennek többféle szakmai szempont az oka, hogy miért selejtezünk. Egyrészt, mert elavult, jelent meg frissebb szakirodalom a témában, nincs mögötte forgalmi adat, tehát nem kölcsönzik, és lehet, hogy most, aki ellátogat a garázsvásárunkra, most fogja megtalálni azt a rég keresett könyvet, rég keresett hanglemezt, kazettát, hanganyagot, amit valamilyen oknál fogva itt a könyvtárban látogatása során nem vett észre. Szeptember első hetét még izgalmassá teszi kulturális szempontból az ünnepi könyvhét. Csütörtöktől induló eseménysorozaton olyan kortárs irodalmi szereplőkkel találkozhatnak az érdeklődők, a teljesség igénye nélkül, mint Lackfi János, Kürti László, vagy Nagy Zsuka, Vári Fábián László és Béres Tamás. Elsősorban helyi írók, költők műveit, legfrissebb megjelent köteteit tudjuk bemutatni, fiatalok is bemutatkoznak. Ugye 2017-ben indítottuk el a Kamaszterasz foglalkozást. Nagy Zsuka és Béres Tamás, mint mentorok, segítik a fiatal tehetséges író-költő palántákat, és Tóth Virágnak megjelent egy könyve, nagyon büszkék vagyunk rá, de több fiatalnak jelent már meg írása, antológiába szerepeltek, úgyhogy nagyon ügyesek. Kertész Sándornak is megjelent legfrissebb kötete. Szombaton hagyományosan a folyóiratok mutatkoznak be, pénteken pedig még, akit kiemelnék, Nógrádi Gergely is a vendégünk lesz 14 órakor. A Korzó előtti téren, a könyvsátorba várjuk az érdeklődőket. A Vidor Fesztivál alatt a könyvtár megrendezi a képregényes belváros programsorozatot is. Szegedről életnagyságú szobrok érkeztek az épület elé, Piszkos Fredtől Quasimodón keresztül Chaplinnel is találkozhatunk. Ha a figurákkal fényképet készítünk, versenyben és térképes kincskeresésben is részt vehetünk. A cél természetesen, hogy a híres irodalmi figurák történetén keresztül az olvasást népszerűsítsék a szervezők.